Beadni vagyok, a Sárogári Tűzoltó Parancsnokság parancsnok helyettese, és kollégám Borgyó Tibor tűzoltó alezredes műszaki biztonsági tisztünk. Mi ketten leszünk a, ami most jelen tanfolyam, ami jelen vagyunk, az a 2014-es Önkéntes Tűzoltó Egyesületek pályázatán kívül kicsit kezelői tanfolyam. Ez nagyon jelen két napban, terveink szerint, és akkor az oktatás zömét azt mondja, hogy mit fogja végezni, nem készítettük fel. Azt mondja, hogy az összeállított tematika alapján mai napon a motoros láncművész és korongos darabkodó, roncsvágó lesz az oktatási anyag. Délelőtt az önében egy elmélet, és akkor délután pedig egy kis gyakorlat. A helyi egyesület, vagyis megmutatott egyesület jó voltából egy autóroncs áll majd a rendelkezésünkre, gyakorlásra, ugyanis a holnapi nap, az főleg majd ez lesz a tananyag, hidrolik, ártemelő, szivattyúk, illetve hidrolikus feszítő vágó oktatás szintén, úgyhogy délelőtt elmélet, délután gyakorlat. Tehát egy autóroncsunk van, azon tudunk gyakorolni, és faanyag is áll a rendelkezésre bőven. Jó, tehát ez két nap alatt fog lezajlani, ez a tanfolyam, van egy csomó papírmunkánk, majd ugye mindenféle dolgokat ki kell tölteni, többek között a jelentkezési lapokat is, és akkor majd a vizsga időpontjáról majd mindenkit külön tájékoztatunk, hogy ez mikor lesz. Reményeink szerint, hogy ez összejön, akkor a vizsga is itt lesz helyben, azt mondták, hogy talán van rá lehetőség, hogy nem mi fogunk vizsgáztatni, hanem a katasztrofai oktatási központból fognak jönni, és akkor ők vizsgáztatnak, és ők adják majd a vizsgai időpontot, illetve ha helyszínben beleegyeznek, akkor az több mint valószínű, hogy itt lesz, akkor az is Lajos Komáromnak. Emrevételezzük még akkor a szisztetezámatig, hogy lássátok. Ugye a gépnek egyáltalán megvan minden tartozéka, helyén van, ugye, ami le volt írva, megnézzük, nincs eldeformálódva a vezetőlemez, a lánc, a láncfeszességet meg lehet nézni. Lehetséges, hogy ez egy pici-pici. Ugye akkor szó volt a reteszről, ugye úgy működik csak a gázkar, hogyha így próbáljuk húzni, akkor ez így nem működik, be kell nyomni hozzá a reteszt, és akkor a gázkar működik. Ugye kilazítjuk a két tartócsavart. Ez is bánis lehet, hogy ezt persze meg szét is kell. És akkor, jó, nem? Hivatalosan ugye azt kell, hogy meg kell emelni a vezető láncot az orránál fogva. Tehát fel kell emelni, azért mondom, hogy biztos, hogy vagyok benne, hogy sokan fűrészeltek már mindent, de itt a vizsgán úgy kell végrehajtani, ami a leírás szerint. Tehát meg kell emelni az orránál fogva, megfeszíteni a megfelelő feszességre, ja. És akkor még mindig úgy, hogy tartod az orrát. Tartod az orrát, és akkor elindulni kell a fiatásokat. Ugye ne úgy, így, így kell fogni, így. Ja, hát ugye kesztyű. Jó, akkor átadom, jó? És még mindig az orrát emelve, igazából úgy kell majd visszahúzni a csavarokat.
Jó, tehát így fut, nem szorult meg nagyon. La ciudad se llama Duc, Nuevo México el estado. Entre la gente mafiosa su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Dicen que es color azul y que es pura calidad. Esa droga poderosa que circula en la ciudad y los dueños de la plaza no la pudieron parar. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. El cartel es de respeto y jamás ha perdonado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Y así suenan los cuates de Sinaloa, mi compa. La fama de Heisenberg ya llegó hasta Michoacán. Desde allá quieren venir a probar ese cristal. Ese material azul ya se hizo internacional. Ahora sí le quedó bien a Nuevo México el nombre. En tanta droga que esconde, solo que hay un capo gringo, por Heisenberg lo conoce. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. A la furia del cartel nadie jamás ha escapado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Újra a szivatót meg. Felakapja maga a tépi. Kötény. Bőrkötény. Itt van. Hát egyszer ki kell próbálni. Ezt fotoljátok ki. Gyorsan. Na ez az, amit le kell fotolni. A hentes. Böldér. Úrra mészállásról. Csak most szamarat vágsz. Natillára van Na. Másik nagyon fontos, hogy az indítási irányba, korongnak ugye senki irányába senki ne tartózkodjon. Gyújtom.
dijo el Estado. Entre la gente mafiosa su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Dicen que es color azul y que es pura calidad. Respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. El cartel es de respeto y jamás ha perdonado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. La fama de Heisenberg ya llegó hasta Michoacán. Así te quiero, mujer, no le hace que seas paseada.
I touched her skin, my fingers ran with blood. In the hushing dusk under a swollen silver moon, I came walking with the wind to watch the cactus bloom. A strange wind haunted me, the looming shadows dance. I fell down to the thorny brush and felt the trembling hand. Székesfehérvár rendőrkapitányságon belső közlekedési rendészet osztályon dolgozom. A
közlekedés, mint olyan, az mindenkit érint. Téged is. Mert otthonról el kell jutni az óvodába, így van valahogy? Igen! Mert hogyha nem jutnál az óvodába, akkor nem lennél itt, így van? Igen! Igen, ám, de reggel, amikor felkelsz, így van? Igen! Mondjuk, hogy megfelkelsz meg, és álmosan, arra tudod, hogy merre vagy, és elindulsz az iskolába, általában vagy autóval hoznak, így van? Vagy sétával megyünk. Vagy sétával, hogy ez ki az, akit autóval hoznak? Mondj csak fel! Téged? Jó? Mondj csak meg! Ki az, aki gyalogja? Mondj csak le! Ki az, aki biciklivel jön? Mondj csak le! De nem titek elitek, ugye? Úgy hoznak benneteket, hogy titek elitek a biciklit? Barátom, figyelj arra! Mondjad! Anya, hogy mellett, nagyon jó. Na, tehát, ami a lényege rá csillagjaim, hogy valamilyen szinten részt vesznek a közlekedésben. Mert a közlekedésben résztvevőket lehet csoportosítani. Az egyik csoportban azt mondjuk, kedves barátom, hogy vannak a gyalogosok, mondjuk ő a gyalogos. A másik csoportot úgy lehetne, hogy vannak a járművezetők, gyere barátom, te vagy a járművezető. Mondjuk a járműveket is lehet csoportosítani. Vannak nagy járművek, például a... Kamion! Vannak... Traktor! Repülő! Repülő! Mondjuk, repülő az viszonylag ritkább. Jó, rendben, mondjuk van a kamion, aztán... Busz! Vannak a kisebb járművek, mondjuk a személygépkocsi, oké? Tehát gyalogos, mondjuk ő a kamion, a személygépkocsi, és ami a leglényegesebb, nem te. De jó, gyerekek, a májkárosok. Illetve vannak még a kerékpárosok, akik szintén a járművek kategóriába tartoznak. Oké? Tehát, ők a járművek, ők a gyalogosok. Eddig nincs is probléma, ezt eddig értjük, ugye? Igen. Vannak a járművek, vannak a gyalogosok. Na kis csillagjai világ. A fő probléma az, hogy a gyalogosnak és a járműveknek is külön-külön meg van szabva, hogy hol vehetnek részt a közúti forgalomba. Hogyha ezt itt, ezt a részt, azt mondjuk, hogy ez az úttestnek vannak részei. Egyrészt van az úttest, másrészt pedig van a járda. Jó? Csőr, most én beszélek. Itt az úttest, itt a járda. Helyezzük el a gyalogos a megfelelő helyre. Hova kell rakni a gyalogos? Járdába! Gyalogos megy a járdába. Helyezzük el a járműveket. Hova kell rakni őket? Az útra! Járdára? Az útra! Az útra! Az útra rakjuk a járműveket. Egy jármű. Két jármű. Három jármű. Jól raktam a járműveket? Igen! Nem? Mert? Mert neki merre kell menni? Errefelé kéne menni. Ezt hívják úgy, hogy jobbra tartás. Tehát a járművel mindig az úttest jobb szélén kell közlekedni. Tehát a kerékpárosnak is az úttest jobb szélén kell közlekedni, a személyautónak is, meg a kamionnak is. A gyalogosnak viszont elsődlegesen hol kell menni? Tegyük fel, nincsen járda. Ez itt most nincs. Az anyja, nincsen járda. Hát, akkor a gyalogos hol mehet? A zebra. Zebra az egy állat. Csúgó. Állatkertben van nagy számba, hogy a applikálatok. De egyébként is nem. Tehát ebben az esetben a gyalogos át tudjuk tenni az úttestre. Igen ám, csak veszélyes a dolog. Mert hova tesszük? Hogyha ide tesszük, már az utcélére, ne tesszük az utcélére gyalogos. Letettük. Na most, nem. Most mi a fő probléma? Következő helyzet. Itt jön egy autós. Jön az autós. A gyalogos itt van az utcés szélén. Most a gyalogos látja, hogy jön az autós mögötte. Nem, mert hátul nincs szeme.
Mikor látja a gyalogos, hogy jön-e felé? Hanem? Járdára. Ide. A másik felére. Most nincs jár. Mert ebben az esetben, ha szembe megy a forgalommal, akkor ezek a járművezetők látják? Igen. Te látod, hogy ott egy gyalogos? Te látod, hogy ott egy gyalogos? Nagyszerű. Te látod, hogy ott jönnek a járművek? Nagyszerű. Hogyha ezek a járművek így jönnek felé, ők látnak téged, ők egy picit beljebb húzódnak, mert ugye udvariasak vagyunk egymással, így van? Igen! Még egyszer, így van? Igen! Na, kicsit beljebb húzódik, ő is beljebb húzódik, te pedig mit csinálsz? Egy picit beljebb húzódsz. És már is balesetmentesen eltérünk egymás mellett, így van? Igen! Megyetek vissza, járművek, helyetekre, nem találkozunk. Viszont ebben az esetben, ha itt mész, látod a szem, aki jön az oldalon? Őt nem látod. Félre tudsz húzódni? Nem. Nem, hiszen nem is látod. Ez az autós, ugye a gyöng felé. Ő lehet, hogy beljebb húzódik, de mivel te nem látod, lehet, hogy te azt mondod, hogy jó, van bő, ha csak szemből jönnek, kicsit beljebb léphetek. És már is itt a baj. Ami a lényeg, kicsi csillag gyöngvilágai. Hogy minden egyes esetben úgy kell a gyalogosnak is közlekedni, hogy a járműforgalmat figyelni kell. Nem így megyünk, nem így sétálunk, nem a cipőfűzőnket nézzük, hanem fölemeljük szép és okos fejünket. És úgy, tehát, csücsve, ügyesek voltatok? Tehát most az első, első kis részben miről beszéltünk? Gyalogosnak elsősorban hol a helye? Járdán. Ha nincs járda, akkor mehet az úttesten a gyalogos, de hogy szabad csak menni? Szembe az útszélén és szembe a forgalommal. Úgy, hogyha mész, anyu, üzenem apunak, anyunak is jó, tehát hogyha mész az úttest szélén, akkor nem övülögél a forgalom, hanem mindig lássad, hogy hú de jön, hú de jön. Mert akkor, hogyha azt mondjuk, hogy hú de jön, akkor tudsz egyet lépni balra, és már is nem a veszélyes helyen vagy. Eddig meg volnánk? Igen! Nagyon jó! Most a továbbiakban a következő osztani segítséget magammal. Nem így se! Nem is segíti. Ő nem más, mint Police. Police a kiskutya. Aki mind láttátok, most bújt ki. Nem más. A lejlonzacsiból. Nem, mert Puli. Nem, a Puli. Puli. Azért ez Pulice. Dehogyis nem, a Puli az nagyon jól lát. Sőt, hogyha levágod a szeme erről a dolgokat, akkor a szört, akkor meg is vakul. Tehát ő a Pulice kutya. Ő olyan kis okos kutya, hogy semmilyen. Gyakorlatilag ő fogalma sincs, hogy milyenek a szabályok. Nem tudja, hogy mit kell csinálni, nem tudja, hogy hova kell menni. Így van, Police? Bizony, én ezt nem tudom. Persze, nem tudja, honnan tudná, hiszen ő egy picike. Hogy minden? Innentől kezdve azt mondjuk, hogy a Policének el kell magyarázni. Na, akkor most el tudjátok magyarázni a Policének elsőbe. Mi? Maradjál, majd ők elmondják, jó? Innentől kezdve, hogy elsőbe el kell magyarázni, mi az, amit eddig tanultuk. Mit tanultam? Mindjárt elmondják. Jó? Akkor mondjuk el, mit tanultunk elsőre, hogy milyen főcsoportok vannak a közlekedésbe? Vannak a... Gyalogosok! Kicsoket! Gyalogosok! Mondd hangosabban kicsit, nagyobb hang! Gyalogosok! Ennél jobban. Gyalogosok! Mondom, ennél jobban hal, tehát nem kell üvölteni. Tehát gyalogosok. Én hogy vagyok? Csak gyalogosoknak hol van a helyük? Járműveknek hol van a helyük? Autóban! Hűha, ennyi mindent kellett, na bizonyán ennyi mindent kellett a kis csíra. És hogyha megy a gyalogos az úttesten, akkor elsősorban hol megy? A járdán. Járdán. És hogyha nincsen járda, hol mehet? Autóban!
És hogy hogy én már is, hogy bátról mentek az ott szélén, tehát mondtok, hogy támogatok, itt megyek, támogatok, ott megyek. Nem, bátról? Nem. Nem hol? Csak szépen olyan. Jaj, de jó, hogy szeretnának a simonáknál. Oké, na, ez figyelj. A forgalommal szembe. Júj! Ez teljesen új dolog forgalommal szembe. Nagyon jó. Pulitzerátom, ezt meg is tanultam. Addig odaadom neked a pulitzert, te vigyázz rá, és ő is hallgatni fogja az előadást, de mindig meg fogja kérdezni, miről tanultunk. Na menjünk tovább. Eddig megvan, hogy hol közlekedünk. Igen, ám csak van egy olyan pillanat, amikor az egyik oldalról a gyalogosnak át kell mennie a másik oldalra. Van egy ilyen érdekes jogszabály, hogy 1/1975 KPMBN együttes rendelet. Egyszerűség kedvére a KRESZ, jó? Közötti rendelkezések egységes szerkezetben, ez egy mozaik szó, innentől kezdve ez mondja neki, hogy ki mit tehet és ki mit nem tehet, oké? Gyalogosnak elsődlegesen hol lehet átkelni az úttesten? Zebra! Nem üvölt, szép csöndben mondja. Zebra! Hívjuk úgy, hogy kijelölt, gyalogos, átkelőhely. Hogy hívjuk? Kijelölt, gyalogos, átkelő. Ennek lényege van, hogy miért így hívják. Az valóban fehér-fekete, olyan, mint a zebra, de attól még nem az. No, azt mondjuk, hogy kijelölt, gyalogos, átkelőhely. Ezt ide lefelítjük. Igen ám, a kijelölt gyalogos átkelőhelynek ugye a lényeg az, hogy fel van festve az úttestre, így van? Igen! És ez jelzi, hogy itt szabad menni a gyalogosokat, át akar menni. Azon kívül még mi van a kijelölt gyalogos átkelőhely mellett? Tábla! Tábla! Bizony! Kérlek, te lesz az én tábla tartom. Fogja. Így. Mondom, tábla tartom. Innentől kezdve a tábla és a felfestés együtt jelöli a kijelölt gyalogos átkelőhelyet. A kijelölt gyalogos átkelőhelyen a gyalogosnak elsőbsége van. Az elsőbség az azt jelenti, hogy neki van joga először átmenni ezen a helyen. Igen ám, de a gyalogosnak, a KRESZ szerint vannak kötelezettségei, és ezt fogjuk most kipróbálni. Gyere, Snoopy! Snoopy! Megy a gyalogos a járdán. Innentől kezdve egy alapdolog, hogyha apuval anyuval mész, akkor lehetőleg ne menjél az autók felüli oldalon, jó? Hanem apu vagy anyu, jó? Tehát, nöri, anyi, nöri. Átkelőhelyhez. Trom-trom-trom-trom. Ide értünk. Mi itt szeretnénk átmenni. Mi az első feladatunk? Körülnézni! Nem. Átmenni! Nem. Nem. Átmenni! Nem. Levárom! Hop-hop-hop-hop! Gyere ki csillagvilágyönyű! Fordulj a többiekkel szembe a kis mit jegeres gyönyörű szép kis Pucsid, és mondd meg, mi az első feladat? Pucsi. Amit az előbb nem mondom. Megállj! Most mondja, hogy megállj. Első, hogy megállj. Gyere, te is megállj, jó? Első, hogy megállj. Kicsit lejjebb tarthatod, mert elpofálod a macsot. Azt mondjuk, hogy megállj. És azért kell megállni, mert ezzel jelezzük a járművezetőnek, aki innen jön, hogy nincs csak, ott van két gyalogos, ők szeretnének átmenni, azért állnak ott. És akkor ő ezt látja, hogy ott áll a két gyalogos. Mert abban az esetben, kicsit gyere elé, te meg vagy véde, és kétszer nem állnánk meg, csak mennénk, üzenem apunak annyiak, hogy ez nem jó, mennénk és itt a zebra, akkor nyugodtan mehetünk. És most állnánk neki körülnézni, akkor baj van. Azért kell megállni,
hogy a járművezető itt áll, és látja, látod, hogy ott van a két gyalogos? Ugye? Ez a két gyalogos, ez szeretne átmenni. És most jön a következő. A két gyalogosnak feladata az még, és most jön a második, körülnézni. Először mindig balra nézünk, forduljatok meg, így egyszerűen a csapatnak, gyertek előre is ide. Először mindig balra nézünk, nézzünk balra, ablak felé. Tessék neki elfordítja a fejét balra. Most nézzünk jobbra, és még egyszer balra. Ez a helyes sor, jó? Tehát, gyere vissza, tehát, most ketten együtt, először elnéztek balra, bal, azt mondjuk, hogy bal, látjátok, hogy itt a jármű. Járművezető látja, hogy a gyalogos néz körül, majd elnézünk jobbra, miért kell jobbra nézni? Hogy ne jön onnan kocsi. Ne jön onnan kocsi, gyere, akkor te legyél az innen jövő kocsi, gyere, na. Movit. Így, itt áll. Innentől kezdve látjuk, hogy onnan is jön egy gyalog. Majd még egyszer balra nézzük, hogy az autó mennyire közel. Oké? Okay? Na most akkor mi a járművezető kötelezettsége? Megállni. Megállni? Ugye menni? Nem, ők megállnak és te is jössz, ugye? Igen, ám csak van olyan szabálytalan járművezető, aki nem áll meg, hanem ugyanúgy. Tehát eszetekbe ne jusson attól, hogy megálltál, körülnéztél, és ez még mind a járdán történik, a megállás és a körülnézés. Hogyha meg tudod azt állapítani, hogy a feléd jövő járművet néni vagy bácsi vezeti, akkor az már közel van. És addig nem lépünk le az úttestre, amíg ő meg nem áll, és át nem engem. Meg vagyok érve? Igen! Ha ő megállt, csak akkor lépünk le, viszont nem a cipőnket nézzük, hanem fölemelt fejjel figyeljük folyamatosan a forgalmat, hogy a másik irányba is megálltak-e a járműnek. Jó, foglaljuk helyet, nagyon is vállalkozzál, kívánok. Fogadjunk meg, és most kell a kunycénak. Gyere, fogadjál be. Na, most meg nem elmondjuk a kunycénak, miről beszélgetünk. Végig hallgattad? Hát, végig. Megértette? Hát, egy kicsit. Na, akkor most ti jöttök, jó? Hogy elmondjátok neki, így álljál mellém. És akkor elkezdjük, jó? Tehát, kijelölt gyalogos átkelő helyek, mi jelzi? Csörtőve. És még mi jelzi a tábla? Ez a tábla? Igen. És még mi jelzi ezen kívül a gyalogát? Ki tudod? Mi? Felfestés? Felfestés. Ugye úgy munkolat ilyen? Jó. Tehát akkor hogyha ilyen van, meg... Jó, megszólászok. Ilyen van, akkor az a kijelölt gyalogos átkelőhely? Igen. Jaj, de jó. És akkor, ha én megyek egy kijelölt gyalogos átkelőhely felé, akkor mi a feladatom az első? Utána mi a második? Körül, hogy a pipén, menjen gyorsan, nem tudom, milyen gyorsan megjegyezni. Először balra, akkor balra, utána jön. Utána megint balra. És akkor most, hogy forgatom a fejemet, hogy balra, jobbra, balra. Ezt miért kell csinálnom? És honnan tudom, hogy mehetek? Meg kell állni. Az már megvan tőle, és honnan tudom, hogy mehetek? Megáll a kocsi. Megállt a kocsi. Tehát amikor én oda megyek a gyalog átkelő helyhez, hogy megállok, körülnézek, bal, jobb. Ezt mondtátok, ugye? Nem. Jó? Majd utána meg kell várnom, amíg az autók megállnak? Igen. És akkor nyugodtan átmehetek? Igen.
És akkor csak szaladgálhatok az úttesten? Nem. Nem szó, miért nem szaladgálhatok az úttesten? Már se tárgy sem. Az autó. Engem? Elmit az autó? Tehát, hogyha megállt minden autó, akkor miért nem szaladgálhatok át? Mert csak egy... Csak át kell futni az úttesten, vagy átfutni? Így. Átgyalogolni. És miért nem lehet itt futni? Mert akkor... Mi történhet, hogyha futtok? Akkor elütt egy gyalog. Nem, nehogy is. Elesett. Így van. Képzeld el, marad egy cipőfűző kikötötte. Előfordulhat? Igen. Vagy csúszik az út? Előfordulhat? És te elkezdesz futni, megcsúszol, elesel, és ott fekszel az úttestre. Az nem egy előnyös dolog, így van? Az egy nagyon-nagyon baleset veszélyes dolog. Na csillagjön, tehát gyalogos elsősorban a kijelölt gyalogos átkelő helyen van, tehát a kijelölt gyalogos átkelő helyen van elsősége, és a kijelölt gyalogos átkelő helyen az élve először megállunk, körülnézünk, ez még mind a járdánban, nem az úttestek, vagy járdán. És amikor mindenki megadja az elsőbséget, csak és kizárólag akkor mehetünk át. És a felénk jövő járműről meg tudjuk állapítani, hogy néni vagy bácsi vezeti, akkor az már nagyon közel van, akkor már nem lépünk le, mert akkor az már nem biztos, hogy meg tud állni. Érted ő? Igen. És akkor így biztonságos átmegyek? Igen. Jaj, de jó, de örülök neki. Na, tegyük le, most ezt a tárlát, te róla. Ezt is fogjuk és összehajtjuk. Mert mindenhol, ahol közlekedsz, van kijelölt gyalogos átkelő? Igen. Én megmondom őszintén, itt, ahogy jöttem ide, ezt az egyet láttam itt a bolt előtt, hogy be lehet jönni ide az orvosi az iskolához. Az az anyagot. Ah, igen, de jó. Innentől kezdve, én visszaadom a vigyázat. Innentől kezdve nem mindenhol van kijelölt gyalogosági. Gyere, kis Csilla, gyere. Ugye, az, hogy a gyalogos a járdán megy, ezt már megbeszéltük, így van? Innentől kezdve a járdán megy a gyalogos, és nincs sehol a közelben kijelölt gyalogos átkelő hely. Valamilyen szinten mégiscsak át kell mennie. A különbség a felfestett kijelölt gyalogos átkelő hely, és ez között, amikor nincsen sehol gyalogos átkelő hely, az, hogy itt nincs elsőbsége. Itt nincs elsőbsége. Itt meg kell várni, amíg minden jármű elmegy. Vagy meg kell várni, amíg esetleg egy jármű azt mondja, hogy áttenged. De itt ugyanaz a szabály. Mi az első pont? Megállás, körülnézés, és meg kell várni, amíg elmennek a járművek. Itt nincs első üzenem abulnak anyanak is. Tehát hiába rángatom át a gyereket az úttesten, tehát nem úgy van, hogy megyek, ugye, én megyek, ugye, te mész, ugye, távolod az úttestől. Tehát nem az, hogy rumban, hogy baj megáll, mert én itt mehetek, ez nem így van. Itt, ahol nincsen kijelölt gyalogos átkelőhely, nincs elsőbsége. Ott megállunk, körülnézünk, és hogyha kellő távolságban van a jármű arra is, meg arra is, akkor a járművek zavarása nélkül lehet a leggyorsabban, de nem futva, átmegyünk. Érthető? Igen. Köszönöm. De a tessék? De a fegyorsi. Hát azért kell figyelni, azért kell körülnézni. Mert ugye, hogyha itt állsz, és látod, hogy még messze van, hogy még nagyon messze van, akkor még simán áttérsz. De hogyha begyorsít, akkor ki tud? Meg kell állni, azt mondom, hopp, mégsem megyek. Hopp, várok egy kicsit. Hopp, majd a következőnél megyek át. Érthető? Igen. A kijelölt gyalogos átkelően elsőbséged van, ahol nincs kijelölt gyalogos átkelően, nincs elsőbséged. Na, akkor most maradjunk.
Akkor most hol, hogy van akkor ez gyerekek, hogy akkor elsősorban hol mehet át az úttesten a gyalogos? Vagy a zebra. A zebra. Jaj, a finom busa van a zebrán. Tehát a zebra. Hogyha nincsen zebra, akkor van elsőbsége a gyalogosnak? Akkor nincsen. Tehát akkor mit kell, csak akkor neki kell? Elsősorban ugye a gyalogos közlekedésről beszélgettünk most. Nem tudom, hogy azt még azért két-három mondattal elmondanám, hogy van olyan hely, hogy esetleg, ahol ugye lámpa szabályozza. Ugye itt is látják, hogy külön van a lámpa járműveknek, mert külön van a lámpa a gyalogosoknak, ugye ezt beszéltünk. Külön van lámpa a járműveknek, külön van lámpa a gyalogosok. Ha én gyalogos vagyok, melyik vonatkozik rám? A kettes vagy a hármas? A kettes, látják? A kettesnél fölül tilos, ez azt jelenti, hogy lelépni tilos. Majd utána levált zöldre, ekkor ugye mi a feladatom, hogyha levált zöld? Itt volt a nagyon. Attól, hogy zöldre vált a lámpa, attól még körül kell nézni. Mert lehet olyan járművezető, amelyik nem veszi figyelembe, hogy neki piros van, és átsutja rajta. Tehát, amikor zöldre vált, akkor más nem csak ennyit kell csinálni. Mindenki megáll, te jó. Oké? Majd utána egyszer csak elkezd villogni. Ez mit jelent a villogás? Hogyha piros lesz. Hogy hamarosan piros lesz. Tehát, hogyha az úttesten vagy, akkor minél előbb le kell menni, de hogyha villog, akkor már nem szabad lelépni az úttestre. Mert akkor az már szabálytalan. És nem biztos, hogy áttérsz még az ördög alatt. És utána, amikor a villog után fölvált pirosra, a járművezetőknek bizony egyből adja az ördöget. Azok meg elindulnak, te meg akkor még ott vezet testet. Ez nagyon veszélyes tud lenni. Jó? Tehát akkor most még egyszer, vagy nem kapcsolom be direkt, csak hogy emlékeztek rá. Hogyha fölül piros, az mit jelent? Így van, meg. Levált zöldre. Körül kell nézni, és utána szabad csak lelépni a testre. Amikor egy csipog és elkezd villogni, akkor hamarosan piros lesz, és hogyha fölül vagyok az úttesten, minél előbb el kell menni, és amennyiben még nem vagyok ott, akkor pedig ugye meg kell várni. Rendben van? Tehát ez a forgatók a jelző lámpa. Na! A esetet nyáron jöttök, mentek kerékpárokkal, ugye a kijelölt gyalogos átkerülhely, azért mondom, hogy szeretem így hívni, hogy kijelölt gyalogos átkerülhely, ez a nevében is bent van, hogy ez kiknek az átkelésére szolgál. Emberek! A gyalogosoké. Kijelölt gyalogos átkerülhely. Amikor itt álltunk sorba, azt hiszem, nem is tudom, te voltál a kerékpár, ugye? Mit mondtunk a kerékpár, az mi? Jármű! Jármű! Tehát a kijelölt gyalogos átkerülhely, amelyik ugye a gyalogosok átkerülésére szolgál, azon, ha fönnülsz a kerékpáron, akkor járművezető vagy, tehát nem mehetsz át úgy a kijelölt gyalogos átkerülhelyen, fönnülsz a kerékpáron. Hogy mehetsz át egyedül? Ha leszállsz és úgy tolod át. Üzenem akkornak a nyomás is. A kijelölt gyalogos átkerülhelyen kerékpárok ülve, azt hajtva átmenni kerékpárral tilos.
le kell szállni, és át kell tolni. Megjegyeztük? Igen! Attila bácsi ezt holnap ellenőrizni fogja. Bizony. Hm? Bizony. Jó? Tehát kerékpárral a kijelölt gyalogos átkelő, hogy fölnősz, tilos átmenni, le kell szállni, és úgy kell áttolni, mert ha fönnülsz a kerékpárodon, akkor nincs elsőbséged a járművekkel szemben. És ha történik egy baleset, te vagy a felelős. De ha leszállsz, akkor már gyalogossá válsz, akkor már elsőbséged van a járművekkel szemben. Jó? Ne. Na kis csillag ez. Mert Pulitzer azért nem van. Mert neki most még meg kell tanulni, és ő nem tőlem tanulja, tudod? Mert nem tőlem, tőletek tanulja a dolgokat. Akkor még egyszer, akkor hogy nézzük, hogy akkor ki tudnál összefoglalni, körülbelül miről volt szó. Na, akkor gyere, akkor te meg. Olyan törvényesen elmondod. Gyere, ülj be, és akkor hogy mai napon miről volt szó? Nem nekem megy. Na várj, segítek, azt mondja, hogy akkor milyen a gyalogosok, hol szabad nekik menni elsősorba? A kijelölt gyalogosok. Nagyon jó. És mi a feladatom, amikor odaérek a kijelölt gyalogosok? Nem biztos? Meg kell állni, utána? Akkor szóval jövő lesz, akkor szóval rá, utána jobban kell megint balra. Nagyon jó, aztán? Igen. Hogyha megállt össze, és ha nincs egy kijelölt gyalogosság kerülhet? Akkor az nagyjából jó. Most akkor következő helyet a Pulitzer is elbúcsúzik tőletek. További szép napot, sziasztok! Ön most megy vissza a kis helyére, hogy a többi gyerektől is tanuljon, ahol megyünk erre. Na, remélem, hogy amit itt elmondtam, apunak a nyomat továbbadjátok, és hogy ezt továbbadjátok, meg esetleg akinek van kis tesója, meg is elmondja. Akinek nagy tesója van, annak is elmondhatja. És hogyha ez így megy, és mindenki továbbadja ezek a dolgokat, akkor előbb-utóbb mindenki biztonsági közepén. Köszönöm a figyelmeteket, további szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok! Köszönöm. Kedvenc témáról fogok beszélni, a C-vitaminról és a szőlőmag őreményről, mint egy veszőparipája és alaptónusa a mindennapjainknak. Szeretném megosztani mindenkivel azt az információt, hogy látszólag egyszerűnek tűnő dologgal hogyan tudja a mindennapjai betegség szenvedésmentessé tenni, tehát átkattintani önmagát a jól érzem magam kategóriába. Ami a téma nagyjából, ezek most lehet, hogy idegen szavaknak tűnnek némelyik, de el fogok mindent magyarázni. Beszélni fogunk a szabad gyökökről, antioxidánsokról, külön-külön a szőlőmagról, a C-vitaminról, és közben érintünk fontos dolgokat, daganatokat, sér, porckorongsér, vízületi betegségek, a sejtek alapvető védekezéséről fogunk beszélni. Tehát nagyjából ez lesz a mai 20-30-40 percnek a témája. Itt van egy sejt, ami egy csodálatos valami. A sejtnek ugyanúgy megvannak a sejt pici szervecskéi, mint ahogy az emberi testnek megvannak a szervei,
Van a sejtben lüktető vakuola, mint egy kis vese, tehát a kiválasztószer. Itt van a sejt maga, ami az információ továbbításáért, az új sejt létrejövéséért felelős. A mitokondriumok külföldi szó, de ezek biztosítják a mindennapi energiánkat. Azt, hogy még én most én beszélek, maguk pedig veszik az én beszédemet, az a sejtszintű mitokondriális energiatermelésnek a függvénye. Ha ez nem jól működik, akkor szokott az lenni, hogy te fáradt vagyok, nincs elég energiám, nem termelődik akkor sejtszinten elég energia. Szeretném a gondolkodásokat egy kicsit terelgetni nagyon óvatosan, hogy ne úgy gondolkodjanak magukról, hogy én és a sejtjeim, hanem a mi. Felelősséggel tartozunk a saját testünkért, a test nem más, mint a lélek járműve. Minden embernek a teste a legjobb barátja. Nem a férje, nem a felesége, nem a szülője, nem a gyereke és az unokája, hanem a saját teste. És úgy tudok a szeretteimre, vagy mindenre magam körül legjobban vigyázni, ha önmagamat karban tartom. Ha jó az energiamezőm, jó az aurám, én rendben vagyok, akkor minden és mindenki, aki a környezetemben szerepel, az jobban lesz, vagy mellettem képes regenerálódni. Tehát nagyon fontos minden ember számára az egyéni felelősség, amivel mindannyian önmagunknak tartozunk. Nem úgy működnek a dolgok, hogy elviszem a testemet az orvoshoz, hogy reparálja meg, mint ahogy az autómat elviszem a szervizbe, hanem kell az, hogy én és a testem egyek vagyunk, én és a sejtjeim egyek vagyunk, ezért gondoskodunk magunkról. A testünkben körülbelül 50 trillió sejt van, tehát hatalmas számú sejt szorul gondoskodásra, védelemre minden nap. A világunkban minden egyensúlyra törekszik, nincs olyan, hogy valami, egy atom, egy molekula ne törekedne egyensúlyra. Vegyük, nézzük, itt van a nátrium atom, a külső elektron héján egy elektronja van. Ő így nincs egyensúlyban egyáltalán, keresi azt a partnert környezetében, akivel egyensúlyra törekedhetne. Az egyensúly az a 8 elektronos külső elektron héj, ilyenkor egyensúlyban, harmóniában vannak a molekulák, és választ magának egy olyat, akinek 7 elektron van a külső elektron héján, és ez lesz ugye a klór. Összejönnek, kialakul a nátriumklorid a 8 külső elektron héjjal, és ez lesz a só a mindennapjainkban. Ugyanez a folyamat, hogyha nézzük, két vízmolekula, és ő 6 elektron kell kér az egyensúlyhoz, összejön az oxigénnel, és ennek hatására ugye létrejön a víz, H2O-ként ismerjük. Miért fontos ez? A szabad gyökök olyan atomok vagy molekulák, amik a külső elektron héjukon elvesztettek egy elektron. Tehát nincsenek egyensúlyi állapotban, ezért rendkívül reakcióképesek, mindenáron pótolni akarják ezt az egy hiányzó elektronjukat, és mert így nem stabilak, ezért nem néznek se Isten, se embert, bárhonnan elveszik azt, és ugye, hogyha a sejtek a különböző alkotóiból próbálják ezt pótolni, akkor az a sejt, ahonnan elveszi, károsodni fog. Úgy képzeljék el a szabad gyököket, mint a tábortűzből kipattanó szikrákat, vagy a csillagszórónak a szikráit. Ugye karácsony nem sokára jön, a csillagszóróból odaesik egy szikra, megég a kezünk és elkapjuk a kezünket. Ugyanígy, ha szabadgyök érintkezik a sejttel, ugyanúgy ott károsodás, egyfajta égésnek is nevezhető folyamat jön létre, és nem nézi, hogy ez most zsírból, fehérjéből, szénhidrátból, vagy az örökítő anyagból, a DNS-ből veszi el, mindenhonnan el fogja venni. Felmerül a kérdés, hogy jó, de hogy keletkeznek a szervezetünkben szabad gyökök? A szabad gyökök egyik forrása a táplálék, és sajnos ez a mostani világunkban egyre igazabb, mert gyors élettáplálékokat fogyasztunk. Tehát már az elmúlt 60-80 esztendőben teljesen kizsákmányoltuk a földeinket. A mindennapi táplálékunk az egyik legfőbb szabadgyök forrás, pedig ennek kéne lenni
a test regenerációjának a legfőbb forrásán. Aztán ott van a dohányzás, túlcsoknatolás, napozás, sportolás, krónikus fertőzések, és ez az ábra összefoglalásként ott van abban a kis szórólapban, amit adtam maguknak. Tehát ugye szabadgyökök, a gyógyszerek, a gyulladás, UV-fény, különböző enzimreakciók, kimerítő tréning, hiszen egyre többször halljuk, hogy egy sportoló, egy focista például összeesik a pálya közepén, mire odaérnének, hogy megmentsék, már jó meghalt. Tehát a sportolók manapság már pénzért sportolnak, vagy ott van a Kolonics, a kenus ember, aki sajnálatos módon idő előtt távozott. De a dohányzás, fémionok, rádióaktív sugárzás, mind amit a mindennapjainkban szabad gyökként szerepelnek. És ugye károsítják a különböző sejtalkotókat, és ott lesz az autoimmunbetegség, és a legtöbb olyan betegség ott van, amihez az emberek orvoshoz járnak, és próbálják a tüneteiket, a test üzeneteit csökkenteni több-kevesebb sikerrel. Az én olvasatomban autoimmunbetegség nincsen, csak egy nagyon kimerült immunrendszer. Az immunrendszernek a működéséről, ha egy kicsit tovább gondoljuk, első megközelítésben ugye az van az emberek fejében, hogy baktériumok, vírusok, külső kórokozók ellen szolgáló rendszer az immunrendszer, de minden belső feszültség és minden külső feszültséget az immunrendszer igyekszik kordában tartani, egyensúlyozni. Későbbiekben lesz majd egy stressz kocka, hogy megértsük pontosan a stressznek a lényegét. Tehát amikor az immunrendszer akár belső feszültség, akár külső környezeti ágás miatt túlzott aggódás, hülye főnök, rossz párkapcsolat, anyagi problémák, legyengül az immunrendszer, és ilyenkor a baktérium, vírus létre tudja hozni bennünk a kárt okozó hatása. Ha erős az immunrendszeren, ugyanez a folyamat nem tud létrejönni. Antioxidánsok az első védelmi pajzs, mik is azok az antioxidánsok? Azok az anyagok, amelyek megvédenek a túlzott és már ártalmas szabadgyökökkel szemben. Elektront adnak a szabadgyöknek, és így elkerülhető az ott sejtkárosító hatása. Tehát egy antioxidánsnak ez a külső elektronhéja, az telítető egyensúlyban van, és ő elektront fog adományozni a szabadgyöknek, így a szabadgyök is jól fogja érezni magát, és nem fogja további ebben a sejtjeinket károsítani. Hol is vannak ezek az antioxidánsok? Ugye főleg élelmiszereinkben kellene, hogy meglegyen a különböző vitaminok és a különböző nyomelemek kellenék, hogy elvégezzék a szabadgyökök elleni védekezést, de a mai világunkban, a felgyorsult világunkban sajnos ez már nem igaz. Nézzék meg ezt az ábrát. Azt akarja megmutatni, hogy mennyire felgyorsult az életünk, és ez azt mondani érdekes, hogy az úgynevezett civilizált országokban az élelmiszerek már nem tartalmazzák azt az ásványanyag, vitamin és antioxidáns többletet, amely a szabadgyökök természetes úton történő semlegesítését biztosítaná. Egy nagy gond van, hogy szegény testünk még mindig úgy tudja, hogy a mindennapi kajájával megkapja a szabadgyökök elleni védekezést. Ködöllői Agrártudományi Egyetem megnézte 1966-ban és 1990-ben különböző dolgoknak a vitamin nyomelem ásványanyag tartalmát. Nézzék csak a jó savanyított káposztát, aminek mostanában kellene majd a C-vitamin pótolni a testünkben. 100% volt 66-ban, és csak 5% lett már 1990-ben, és azóta megint eltelt 24 esztendő. Én úgy eszem a minden napokban, hogy abban valami kevés dolog van, ezért nagyon fontos a lehetőleg jó minőségű táplálék kiegészítők szedése, és a jelen előadás szempontjából ugye azért, hogy megfelelő antioxidánsokat vigyünk a testünkbe. Lépjünk egy kicsit tovább, szőlőmag őrlemény, ami az univerzális antioxidáns. Van egy szó, OPC, kevés külföldi szót fogok mondani, feleségem az elmúlt évek során minden orvosos szót kigyomlált a szótáramból, még a kapilláris szót sem szoktam használni,
mert nem az a lényeg, hogy én úgy kommunikálok, hanem hogy mindenki értse, amit mondok. De itt egy külföldi szó, ez OPC, oligomert, proantocianidin, ez egy név, aminek nincs jelentősége. Ez a fontos, hogy természetes anyagként száros növényben megtalálható, de általában a héjban, magban, szárban, amelyet a szocializált táplálkozásunk következtében evés előtt általában eltávolítunk. Így hiába eszek gyümölcsöt, nincs OPC a mindennapokban, ezért hiány szenvedünk. És ugye egy terméket akarok többek között népszerűsíteni, egy kapszulásított szőlőmag terméket, mindent el fogok magyarázni, hogy miért ezt. De nézzük például az OPC miért felelős. Ez felelős az OPC hiány az idő előtti öregedésért, mert a szabadgyökök okozzák ezt, tehát öregedés elleni szerként hat ez. Az öregedési folyamat kódolva van bennünk, de hogyha napi szinten tudnánk a szabadgyökök ellen védekezni, akkor 120-140 évig élhetne az ember. Tulajdonképpen, aki már 80 éves, az azt mondjuk, hogy szép kort megélt. Kaukázus, Tibet, Andok, tehát a hegyi embereknél a 100 éves életkor nem különös képesség. Férfiaknak szoktam mondani, hogy 100 év fölötti férfi ember még gyermeket képes nemzeni. Az nem Isten bizonyul a feleségének, de hogy van hozzá szerszáma, mert az egy mikrokeringési funkció a merevedés, az egyszer biztos, és van hozzá elég életereje, csak erről keveset hallunk a mindennapjainkban. Nézzük a francia paradoxont. Nagyon érdekes, ha nézik ezt a grafikont, hogy megnézték 55-64 éves férfiaknak a halálozási arányát, és itt van ugye különböző népek vannak felsorolva. A franciáknál a legkevesebb ez a halálozási arány, és köztudott a franciákról, hogy átlagosan 2-4 deci vörösbort isznak naponta. Tartottam borrendeknél előadást, és azt mondta egy borizi hang, meg amennyivel többet. Tehát a lényeg az, hogy vörösbort isznak rendszeresen, és a vörösbort két hétig körülbelül a darálmányán, tehát ledarálják a kékszőlőt, és ezen érlelődik a bor, és a magban, héjban, szárban ott van ez az OPC, a szőlőben ott van a C-vitamin, tehát a borban ott lesz a C-vitamin és a szőlőmagból, héjból szárból az OPC, tehát rendelkezésre áll ez a bizonyos verhetetlen páros, ezért az ereik nem fognak úgy csalakosodni, kevesebb lesz az ízületi betegségük, nem lesz stroke vagy infarktus olyan mértékben, mint ahogy nálunk vagy Európa más országában előfordul. Tehát így a tapasztalás adja a megoldást, a szőlőmag örleménynek a flavonoid és OPC tartalma tűnik a legkönnyebben és legolcsóbban hozzáférhető dolognak, tehát a legkönnyebben hozzájutható védelmi eszköznek. Mik is azok a flavonoidok? A flavonoidok vízben oldódó antioxidánsok, tulajdonképpen a világunk, a természet gyönyörű színeit legnagyobb részt a flavonoidok adják, és adják még ugye a zsírban oldódó vitaminok, a sárga, narancs, piros színt, tehát így áll össze ez a csodálatos színes világ. Itt van egy ember, és azt akarja szimbolizálni ezt, hogy az emberi testnek ugye idáig kék, az emberi testnek 75%-a víz. Az emberi test 75%-os vízterében folyamatosan járőröznek ezek a flavonoidok, és persze a C-vitamin is, szabad gyökökre vadász. Ezt úgy tudják könnyen elképzelni. 90 kiló körül vagyok, több mint 65 liter víz van benne. Természetesen nem úgy kell ezt elképzelni, hogy hordóba áll a víz, hanem az ember víz lény, tehát a földbolygónak is 75%-a vízből áll. 120 ezer kilométeres érhálózat van az emberben, és ennek nagy része hajszálér, tehát körülbelül 110 ezer kilométer hajszálér, és a keringő vérünknek 86%-a víz. Tehát a lényeg az az, hogy a flavonoidok a megfelelő mennyiségű vizet isznak, és bennünk van a C-vitamin a szőlőmaggal, mindenhova képesek eljutni, mindenhol képesek kifejteni a védő funkciójukat. Szoktam mondani, hogy Szent Györgyi Albert szeretettel csókoltat mindenkit, még beszélünk róla. Szent Györgyi már 1936-ban foglalkozott
a szőlőmag emberi szervezetre kifejtett kedvező hatásáról, és ő mondta ki azt is először, hogy a szőlőmag tartalmazza valószínűleg a legtöbb természetes antioxidáns. Úgy 4000 flavonoidot különítettek el eddig a kutatók, és a szőlőmag, a szőlőnek a magja és a héja tartalmazza a legtöbbet. Nézzük, hogy az OPC és a véralvadás hogyan is, miért segít például, miért akadályozza meg a szőlőmag a vérrög képződést. Vörös vértesteket látnak az érpályán belül, itt meg van egy jó nagy kupac vörös vértest. A véralvadás az úgy indul el, hogy ilyen hálók kezd el képződni a vörös vértestek körül. Itt nem újdonság a disznóvágás, tehát amikor leszúrják a disznót, akkor vagy az van, hogy a bőrlére a vért elkezdi kavarni, és ilyen nagy szivacsos valamit csap ki a földre, vagy ugye az asszonyok fakanállal szokták kevergetni a vért, azért, hogy minél több oxigén jusson bele, és minél hamarabb létrejöjjön ez a hálóképződés, ez a fibrin hálóképződés, és ne legyen ugye vérrög benne, mert akkor a véres nyurkában nem lesz folyékony vér, tehát kiesik egy nagyon fontos momentum a disznótoros lakomában. Ez a fibrinogén oldott állapotban van a vérünkben, és vele kezdődik tulajdonképpen a véralvadás folyamata. Ugye, ha vérrög képződik, az nekünk egyáltalán nem jó, mert ez a vérrög bárhol el tud akadni, és akár szívinfarktus, akár ugye a stroke szó, amit most már minden, sajnos egyre többen ismerünk, nem más, mint agyi infarktus, régen gutaütésnek hívták. És csak szeretném megjegyezni, hogy az OPC-nek köszönhetően jóval kevesebb fibrinogén lesz a vérben, és ami már megvan, azt a vennyiséget pedig föloldja a szőlőmagnak az OPC tartalma, tehát egy csodálatos, harmonikus működéssel viseltetik a mindennapokban, csökkenti a vérrög képződésnek a kockázatát. Aztán a dobozon és minden szőlőmag terméken, már akik adnak magukra, rajta szokott lenni, hogy véralvadás kezelésben résztvevők ne szedjék vagy kérdezzék ki az orvosukat. Én is kapok sokszor hasonló kérdést. El kell különíteni, hogy valaki aspirin protektet, tehát valamilyen olyan dolgot szed, ami csak megelőzi a dolgokat, vagy pedig már a szinkumár vagy egyéb véralvadás gátló kezelésre jár, az ilyeneknél általában 4-6-8 hetenként el kell menni laborvizsgálatra, hogy a véralvadás szintjét ellenőrizzék. De azért szeretném megjegyezni, hogy ne az embert állítsuk a gyógyszerhez, hanem a gyógyszert állítsuk az emberhez. Volt egy páciensem, aki gyerekkora óta a K-betűsöket szereti, a káposztaféléket, a karfiolt, a karalábét, a kelvinót, és ezekben sok a K-vitamin, és mondjuk a szinkumárnak a működését csökkenti, és az orvosa eltiltotta ezeknek a szedésétől, tehát ő az evés az örömet okoz, pont attól tiltották el, ami neki örömet okoz, pontosabb volt a vérnek a hítsága, a protrombin tartalma, mint az, hogy ő jól érezze magát a mindennapjaiban. Amerikában Kentucky Egyetemen kísérleteztek, és laboratóriumi körülmények között szőlőmag kivonatot adtak például leukémiás sejtekhez, amik aztán elkezdték önmagukat elpusztítani, 24 órán belül a rákos sejtek 76%-a elpusztult. És aztán kísérleteztek mell, bőr, vastagbél, gyomor, prosztata daganatok esetében is, és mindenhol beigazolódott, hogy a szőlőmag rendszeres szedésével a rák előfordulási gyakorisága jelentősen csökkent. És akkor térjünk át a C-vitaminra, és azért írtam elfelejtett C-vitaminra a C-vitamint, mert ott áll rendelkezésre a mindennapjaikban, a szórólapon olvassák azt az egy mondatot, hogy olyan ez, mintha egy terített asztalnál ülve éjjel halnánk. Tehát nem merik szedni az emberek, nem értik a jelentőségét, és akkor Szent Györgyi Albert üzenetét szeretném szó szerint felolvasni. Az aszkorbinsav annál jobban hat,
minél több van belőle, és a hatásnak nincs éles maximum. Az aszkorbinsav az élet alapjainál fejti ki hatását azzal, hogy a fehérjét telítetlen, élő állapotba viszi. Rák csak telített fehérjében képes kialakulni. Itt a Föld nevű bolygón a legfőbb rák megelőző szerünk, és ez Szent Györgyinek egyik nagyon fontos üzenete, hogy a C-vitamint rendszeres szedésével a daganatos megbetegedések nagyon nagy része megelőzhető. Minél több van bennünk, annál élőbbek vagyunk, és a hatás maximumát a tökéletes egészség és vitalitás mutatja. Ez egy kis tanulmányból való részlet. És ennek a tanulmánynak a végén van ez a nagyon érdekes mondat. Az kellene, hogy az aszkorbinsav ott legyen minden háztartásban, akár a cukor vagy a liszt, és a gyógyszertári pirulák helyett kilós csomagolásban árusítsák az élelmiszerboltok. Hát ez még mostanra sem valósult meg, pedig Szent Györgyinek ez egy víziója, nagyon klassz álma volt. Természetes és mesterséges C-vitamin, itt van a két kezem, a két tenyerem. Ugyanaz a molekula képlet mindegyikénél, csak az egyik egymásnak tükörképei, az egyik D-forgató, a másik elforgató, tök mindegy, de a kettő ugyanaz, tehát nagy különbség csak ebben a térbeli dologban van közöttük. Azt szokták kérdezni tőlem, hogy hát a szintetikus C-vitamin nem szívódik föl, vagy ezt szokták mondani, se a természetes, se a mesterséges nem tud fölszívódni OPC nélkül, amiről eddig beszéltünk, tehát csak kb. 10%-ban képesek felszívódni, és így kezd összeállni a kép. Tehát a C-vitamin felszívódásának az egyik legfőbb biztosítéka a szőlőmagban és a héjban levő OPC tartalom, így a C-vitamin képes 100%-osan felszívhatóvá tenni. Én már nem törekszem meg a mai gazdasági viszonyok között, nem is lehet elvárni azt, hogy természetes formátumú C-vitamint szedjünk, mert bazi drága lenne, tehát ugyanaz a mennyiség, amit most 6-800 forintért meg tudunk venni, az lenne 8-10 ezer forint, tehát nincs ezzel baj, hogy szintetikus a C-vitamin, bátran szedje mindenki, csak szedjen hozzá szőlőm a görlemét. És akkor szeretnék végzetes tévhiteket felsorolni. Végzetes tévhit az, hogy csak nátha, megfázás és köhögés esetén van szükségünk a C-vitaminra. Hogy a ma ajánlott 60 mg-os napi dózis bármire is elég volna, semmire nem elég. Dohányos embereknek szoktam mondani, hogy egy szál cigaretta a mérleg másik serpenyőjébe minimum 50 mg C-vitamint igényel. Egy doboz cigaretta, ami mondjuk 20 szál cigarettát jelent, 1000 mg C-vitamint igényel, és akkor tulajdonképpen még csak a cigarettánkat kompenzáltuk, akkor a testünk még nem kapott C-vitamint a saját regenerációs folyamataihoz. Végzetes tévhit ott van a fejekben, hogy vesekövet okoz. Én altatóorvos voltam majd 20 évig, 2,5 éve tartottam folyamatosan urológiai műtőben, kalciumoxalát követ, magnézium magnéziumkövet és vegyes köveket lehetett találni. Itt a Földön még soha senki, semmikor nem talált aszkorbinsav követ. Nincs ilyen. Csak ezt a félelmet, ezt a tévhitet beletették a fejekbe azért, hogy ne szedjünk C-vitamint, mert akkor még bajunk is lehet. Aztán minek szedjük, úgyis csak kipisíjük, ezt laborvizsgálatok kapcsán, vizelet laborvizsgálatok kapcsán lehet hallani. Persze, hogy kipisíjük, mert nem tud felszívódni. Tehát az aszkorbinsav önmagában csak 10%-ban képes felszívódni. Tudományos vizsgálatok alapján a mindennapok emberének a C-vitamin szükséglete 1000-10000 mg naponta. Fokozott stressz, nagy fizikai terhelés és betegség esetén ennél sokkal több. Tehát jó sokat kéne szedni egy dunai városi kohásznak, és olyan 3000 mg-ot egy olyan 60 kilós
adminisztratív munkakörbe dolgozó menyecskének, de ha valaki nagy belső feszültséget él meg minden nap, annak arányosan többet kell szedni. És nincs ilyen, hogy hány grammot vagy hány milligrammot szedjünk, ajánlom mindenkinek, hogy kísérletezze ki a saját dózisát, ha el akar menni a maximumig. Az egyéni maximumot a széklet lágyabbá válása mutatja, ez még nem hasmenés jelent, hanem naponta kicsit többször van, 2-3 alkalommal van lágyabb, nem formázott széklet. Így üzen a testünk arra, hogy oké, gazda, körülbelül eljutottunk a C-vitamin bevétel felső határához. Ha valaki szorulásos beteg, ajánlom kipróbálásra. A szorulás első körben komoly vízhiányt jelent, ami régóta fennáll, mert a vastagbőr visszaszívja az összes vizet, tehát így nem akar a test kiszáradni. Tehát egy kanizsai bútorbetegséges ember, a székrepedéses ember, az igyon megfelelő mennyiségű vizet, és esetenként vegyen be nagyobb dózisú C-vitamint, akár egyszerre 6-8000 mg-ot is, meg lesz az eredmény, próbálja ki. Csak néhány élőlény nem képes megtermelni a C-vitamint saját magának, az ember és a főemlősök, füstifecske, tengeri malac, gyümölcs, zsenevér, biztos, hogy van még egy pár ilyen élőlény, de a lényeg az, hogy az élőlények nagy része megtermeli saját magának a C-vitamint a napi szükségletnek megfelelően. Egy kecske, ha átszámol egész nap legel, ha átszámoljuk emberi testsúlyra, akkor olyan 8-10 mg C-vitamin termel a saját teste, plusz még legel is, tehát a lelegelt zöldekből is, ilyenkor, hát amikor még zöldek a növények, nagy mennyiségű C-vitamin jut még ezen felül is a testébe. Születéstől a halálig külső C-vitamin bevitelre szorulunk nem megúszhatóan. Tehát nem csak, és az év minden napján, tehát nem úgy van, hogy majd jön az ősz és elkezdek C-vitamint szedni, mert nyáron is ki tud alakulni rákos sejt, nyáron is kell vigyáznunk a fehérjeink telítetlenné tevésére. Tehát január 1-től december 31-ig minden nap be kell vinni a testünkbe a szükséges mennyiségű C-vitamint. És ugye emlékeztetőül a termét, földjeinket az elmúlt 60-80 évben teljesen kimerítettük, a növények képtelenek értékes hatóanyagokat termelni és leadni nekünk a kizsákmányolt földből. Zöldségek és gyümölcsök, rengeteg vegyszer van már a zöldségek, gyümölcsök, hát itt most főleg városi emberről beszélek, főleg nagy áruházba vásárolt emberek, de azért egyre többen vásárolunk ott. Hallgattam valamikor az egyik rádió műsorban egy táplálkozás szakértőt, hogy mikor tavasszal ki vagyunk éhezve, már a primőrökre a melegágyi termékeknek, paprika, paradicsom, saláta, a megengedett 47-szerese a vegyszer tartalom. Tehát azt hiszük, hogy csili-vili gyönyörű zöldséget megesszük, de többet ártunk helyenként, mint használnánk. Csak a napon megérett termények tartalmaznak nagyobb mennyiségű vitamint és ásványi anyagot. A kiviről azt mondják, hogy C-vitamin bomba. Bombának bomba, amikor leszedik Új-Zélandon, mert fél életen szedik le, tehát abban valakit fejbe dobnak az alvékódul, és a 6-7-es hajó úton érik meg. Vagy például hegyes halomba lakó emberekkel beszéltem, hegyes halomba van banán érlelő. Beviszik az zöld banánt, kinyitnak egy kártyát, amin különböző színű sárgák vannak, sárga színek, és rábök az ember, ilyen színű banánt kérnék szépen. Tehát kényszer érettek a mai világban a gyümölcsök, zöldségeink. Itt valójában, ha elveszem az almát a fáról és megeszem, azt akkor jól értékesül a testemben. Tehát erről beszéltünk, ezért fontos tulajdonképpen az eddig elmondottak alapján a táplálék kiegészítők rendszeres szedése, és képtelenek vagyunk annyi zöldséget, gyümölcsöt megenni, amennyire szükségünk lenne. Nézzék meg, 1000 mg C-vitamin van 2,5 kg paprikába, 5 kg citromba, 12 kg őszi barackba, 4 kg eperbe vagy ribizlibe, 8 kg almába, és sorolhatnám ezeket az adatokat. Szokták mondani a pácienseim, hogy doktor úr, eszem minden nap egy citromot.
szoktam nekik mondani, nagyon jó, mert elég savanyú, összekapja a testnyílásokat, tehát ezek az árugyűrűk jó mozgás alatt vannak, de 15 kg citromot kéne megenniük ahhoz, hogy a napi C-vitamin bevitel az nagyjából kielégítő legyen. A skorbut szót, aki nem ismeri, annak fölelevenítem, a középkornak a hajósok betegsége volt, tehát a tengerészek nagy része abban az időben nem a tenger, háborgó tenger miatt halt meg, hanem egyszerűen 6-8 héttel az indulás után a legénységét, például Vasco de Gama vagy Columbus elvesztette a skorbutba, mert csak sózott húst vittek magukkal. Így írták le a középkorban a skorbut tüneteit. Erős legyengüléssel kezdődik, az arc elveszíti friss színét, meglazulnak a fogak és vérzik állandóan az íj. Sötét karikák jelennek meg a szem alatt, és fájdalmas csomók, valamint kék, zöld és barna foltok mutatkoznak a testen. Rengeteg skorbut közeli állapotú embert látok a mindennapokban. Van egy nézők, én ránézek valakire, körülbelül tudom, hogy mi a baja, és általában mindig ott van a súlyos C-vitamin hiány, és ott van az első vasodásnak a tünete. Ezeket a fotókat magam fotóztam a páciensi körömből az elmúlt évek során, azért más bélyeget gyűjtén meg skorbutos lábakat, tehát hogy lehessen látni, hogy itt van a mindennapokban, és ezek eltűnni nem fognak, de nézzék meg, hogy itt már itt van egy kifekélyesedett lábszár, a különböző kezelésekre és a C-vitamin rendszeres szedésére ezek jelentősen javulnak, tehát ez a barnaság is, ami nagyon gyakori most már, és sok esetben bőrgyógyászok sem tudnak vele mit kezdeni, el nem tűnik, de halványodik, illetve nem lesz rosszabb. Nézzük akkor a C-vitaminnak a részeit, a szórólapban, amit adtam, ezek föl vannak sorolva, csak átmegyünk rajtuk. Vas és kálcium nem képes felszívódni C-vitamin nélkül. Hiába szedem a kálcium tablettát, ha nem szedek hozzá C-vitamint, nem lesz meg az a hatás, amit a kálcium tabletta szedésétől várunk. A béres cseppet mindenki ismeri, egy kiváló jó szer. Adnak hozzá pici doboz C-vitamint, 50 mg-os C-vitamint. De az öreg béres nem azért adja hozzá a C-vitamint, hogy a C-vitamin pótlásra szolgáljon, hanem ő még tudta, hogy a vas nem képes felszívódni C-vitamin nélkül. Tehát azért van a véres csepp mellett C-vitamin, hogy a vas föl tudjon szívódni. Sajnálatos módon elég kevesen tudják ezt az egészségügyi dolgozók közül is. Említettem már, hogy nincs egészséges érrendszer C-vitamin nélkül, és hát nyilvánvalóan, amikor C-vitamint mondok, mindig a szőlőmagot társítsák hozzá. Tehát ott van egy csomó betegség, ami összefügg az érrendszer rugalmatlanságával, elsalakosodásával. Lassú a sebgyógyulás és a hegképződés. Adhattam 4 évet plasztikai sebészeten, kötelező volt a C-vitamin szedése, mert a kollagén rostok, amik a sebgyógyulást előfeltételei, csak úgy tudnak szépen cipzárszerűen összeépülni, ha van C-vitamin a rendszerben. Ha nincs C-vitamin, akkor össze-vissza állnak ezek a kollagén rostok, és ott lesz ez a heg daganat, tehát a heg nem tűnik el a bőr színében. Bőrrugalmatlanság, szarkalábak, hölgyeim, a legjobb kozmetikum a C-vitamin, a víz, a szőlőmag és a rugosítás. Így tudjuk megőrizni a fiatalos külsőnket. Ifjú hölgyek, amikor meglátják az első seprűvénát a lábukon, akkor sikítva szaladnak, hogy ezt el kéne tüntetni, egyet értek, a női láb szépsége az nagyon fontos, főleg a férfi szemnek, de hát a nőknek is. Olyan az a tapasztalatom, hogy a 40-45 éves kor alatt, ha vannak ezek a seprűvénák, lesz majd róla kép, akkor el tudnak tűnni. Tehát akkor még a testnek a regenerációs hajlama olyan, hogy ezek, ha visszakapja a test a rugalmas kötőszövet állományát, akkor eltünteti, nem lesznek láthatóak. Rugalmatlanak a hajszálerek, ugye beszéltünk arról, hogy 110 ezer kilométeres hajszáleres rendszer van bennünk, és például itt van az alvászavar,
ami nem betegség, hanem a jó alváshoz sok oxigén kell, a sok oxigént pedig csak rugalmas hajszálleles rendszer képes biztosítani, tehát elengedhetetlen, nem altatókat kéne szedni, hideg kéz, hideg láb, mindig azt tessenek megkérdezni, hogy mit üzen a testünk. Magas koleszterin szint és vérzsír szint, én sose foglalkoztam a koleszterin szintemmel, mindig olyan 7 körül volt, csak mellékesen jegyzem meg, hogy tőlünk 6-800 km-re Németországban 9-es a megengedett érték. Tehát ez a koleszterin őrület, ez nem mindenhol van így, akárha Európát tekintjük is. Most a koleszterin szinten 2 évente most el kell járni üzemorvosi vizsgálatra, és az ujjamat megszúrva egy ilyen kis gyors tesztelő készülékből 4-1 vagy valami ilyesmi az alsó határ, a koleszterin szinten most olyan alacsony, hogy nem mérhető. 6000 mg C-vitamint szedek 3-szor egy szőlőmag kapszulával, tehát ez biztosítja azt, hogy optimális a zsíranyagcsere. Elhízás, túlsúly. Hölgyeim, bárki, aki fogyókúrára adja a fejét, víz és C-vitamin nélkül elképzelhetetlen a fogyókúra. Ha ez a kettő dolog nincsen meg, nincs az a csodakapszula, nincs az a csodaszer, ami létrehozná a kívánt elváltozást. Férfi embereknek szoktam mondani, ugye a bodybuilderek verseny előtt, mikor így mutogatják magukat, akkor elkezdenek L-karnitin port szedni, hogy a maradék zsírt is leégessék magukról, úgy hívják ők, hogy szákásítanak. De van egy lizin nevű aminósav, csak a C-vitamin képes belőle L-karnitint készíteni. Miért szedném más élőlénynek az L-karnitin termékét? Miért nem termeltetem meg a saját testemmel? Meg tudom tenni C-vitaminnal. Cukorbetegség esetén a hajszálerek mennek tönkre, látásromlás, infarktusok gyakoribbá válása, vagy voltak visszatérő pácienseim, akiknek a lábfejét kellett szeletelni már, mert a szívtől legtávolabbi részeken tönkre ment a hajszáleres keringés. A C-vitamin kiválóan regenerálja a hajszálereket. Krónikus fáradtság, ideggyengeség, kedélybetegség mind-mind ebbe a kategóriába tartozik. Ugye ne felejtsék el Szent Györgyinek azt a mondatát, minél többet van bennünk, annál élőbbek vagyunk. Depresszió, az agyunknak 80%-a víz, és ha egy depressziós embernek adok, vagy rábírom, hogy igyon megfelelő mennyiségű vizet, és mondjuk 3-6000 mg C-vitamint adok neki naponta, nagyon gyorsan képes, meg lesz az a kellő energiája, amivel képes kilábalni a depressziós, nincs kedve mérni tüneteiből. Aszma allergiákra ugyanez vonatkozik, 4-8000 mg C-vitamin rendszeres szedése és megfelelő mennyiségű vízivással. Az aszma esetén használt pipának a használati gyakorisága jelentősen csökkenthető, akár elhagyható is. A gyengébb immunrendszert említettük, dohányzást említettük, daganatokról beszéltünk, korai öregedés, szürke háj. Tehát az ajánlott dózis egy átlag embernek átlag terhelés kapcsán naponta 3000 mg, és minden 1000 mg-os C-vitamin mellé érdemes bevenni egy szőlőmag őrlemény kapszulát, és ezt szokták kérdezni, és meddig csináljam ezt, doktor úr, már csak élete végéig. Ha hosszabb távon tervez a bolygón, akkor akár többet is. És akkor nézzük a verhetetlen párost. A kófaktor az nem más, mint egy olyan szerves molekula, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy anyag kifejtse a hatását. Leegyszerűsítve, OPC nélkül a C-vitamin nem képes felszívódni, csak 10%-ban. Tehát így foglaltuk össze az eddig mondottakat. Tehát az OPC nem helyettesíti a C-vitamint, a két anyag kölcsönösen erősíti egymás hatását, és együtt verhetetlen csapatot alkotnak. Tehát ismétlésként az OPC a C-vitamin előanyaga, nélküle a bevett C-vitaminnak csupán 10%-a képes felszívódni. Aztán egy kicsit menjünk mélyebbre, ugye említettem a szót, hogy kollagén,
C-vitamin nélkül nem termelődik kollagén, ez a bizonyos rugalmas kötőszövet, ez az a kollagén, amit megfőznek az embernek kocsonyának, ez az a kollagén, ami ott van a csirkelába, és hát soha a Földön a többsejtű élet nem alakulhatott ki kollagénnél. Van ez a reklám, biztos látták a tévében, hogy valaki beleköp a csapba, és olyan véres lesz a csap. Látták ezt a reklámot? Igen. Aztán tovább fokozták ezt a reklámot, hogy belenéz a tükörbe, hogy egy fogkrémet reklámoznak, és belenéz a tévébe, és vérzik a szemet. Na ugyanez, hogyha vérzik az ínyünk, akkor a fogkefe hatására elpattognak a hajszálerek, mert rugalmatlanná váltak a hajszálerek. Tulajdonképpen a hajszálerek azok egy-sejt rétegű, rugalmas, kötőszövetes csövecskéknek minősülnek. Tehát C-vitaminket többek között a vénák, az artériák, a porckorongok, az ízületi tokok, szallagok rugalmasságához, és a kialakult kollagént, rugalmas kötőszövetet fantasztikus módon stabilizálja a szőlőmag örleménynek az OPC tartalma, tehát nehezebben károsodik és tovább lesz élő. Nézzük, csak beszéltem ugye a hajszál, a viszerességről, beszéltem ezekről a seprűvénákról. Itt van a porckorongsér, aminek ugye az a lényege, hogy belülről az a puha rész kiboltosul, és ez a sárga az ideg elkezdi azt nyomni, és létrejön a lumbágó, megszincsúz, vagy akár a nagyon súlyos derék fájdalom, és az ember kénytelen deszkán feküdni két hétig. Vagy itt van a fogénysorvadás, amiről beszéltünk, vagy itt van a hajszáleres képeket látnak, a hajszálerek rugalmassága. És a szürke hályok például lehet C-vitamin hiányos betegség, tehát C-vitamin rendszeres szedésével megelőzhető a szürke hályon, és hát ha nem esett, hát bizonyos határon belül még sok esetben vissza is fordítható, hogy ne kelljen műtétre menni. Ugyanez vonatkozik az ízületekre, itt vannak az ízületi tokok, szallagok, és itt van maga az ízületi rés. Az ízületi résben ez a kocsonyás anyag sem más, mint folyékony kollagén, ez biztosítja az ízületeknek a kenését. Tehát még egyszer, ahhoz, hogy egészséges ízületem legyen, kell a víz, rendszeres víz, 10 testcsúly kilogrammra 4 deci víz, és nagyon kell a C-vitamin, hogy optimális legyen az ízületi résben a kenés, a kenő folyamat, és így megőrűződjék a porc felszínnek a rugalmassága, tehát élő maradjon az az ízület, ne kelljen műízületet betenni. És akkor mindenki stresszes most már, ugye a stressznek a lényege. A stressz tulajdonképpen nem más, mint bizonyos élethelyzetek és gondolatok hatására kialakuló testi reakció. Hiába beszélt nekünk szegény Jézus, hogy ne féljetek, ne aggodalmaskodjatok a hónap felől, mégis megtesszük napi szinten a sárga csekk, a szeretteink miatt való aggódás, de ez a fejünkben levő gondolati minta kihat a mellékvesünkre, és a mellékves ennek hatására adrenalin termel, az pedig a legerélyesebb érösszehúzó, tehát tesszerte a hajszáleres rendszerünkbe érszükület jön létre, és a szív ilyenkor csak egy nagyobb munkával tudja biztosítani a sejteknek az oxigén ellátását. Ezért van az, hogy valaki rendszeresen szedi a vérnyomás csökkentő gyógyszerét, mégis jön valami belső vagy külső feszültség, és kiugrik 200-ra a vérnyomása, mert a hajszál ereje emiatt a folyamat miatt összeszűkülnek, és ilyenkor a sejteknek kell az oxigén, a test csak egy nagyobb nyomásra tudja biztosítani. De ha ez sok ideig fönnáll, egy tartósan fönnálló belső feszültség, haláleset, rossz párkapcsolat, nem szeretem a munkahelyemet, és sorolhatnám, létrejön a krónikus oxigén hiány a sejtekben, és megint csak rák oxigén hiányos területen könnyebben kialakulnak a krónikus betegségek, és hát a végjátékban a senyvesztő betegségek. Csak mellékesen jegyezném meg, hogy Szent Györgyi Albert patkány mellékesében találta legnagyobb mennyiségben a C-vitamint. Mi is, ha bevesszük a C-vitamint, a mellékvesénkbe fog először is dúsulni, tehát a mellékvese állapotát a C-vitaminnal tudjuk legigazábban megvédeni. És akkor ez egy összefoglaló ábra, hogy rendszerben kezdjük el gondolkodni, tehát egyetlen antioxidáns sem biztosít önmagában védelmet. Itt van ugye a sejt, a sejthártyában ott ül a zsírban oldódó E-vitamin, ez a védelmi vonalnak az utolsó állomása. Beszedjük a flavonoidokat,
És ha mondjuk a C-vitamin meghal a csatában elpusztul, akkor a szőlőmag örleményben található flavonoidok újra tudják azt éleszteni, de ha az E-vitamin elpusztul a csatában, akkor a vérünkben ott levő C-vitamin képes az E-vitamint újra éleszteni, újra működő képessé tenni. És akkor flavonoidok és OPC nélkül a C-vitamin nagy része nem tud felszívódni, nem győzöm eléggé hangsúlyozni. És itt most lesz egy összefoglaló ábra, de azért nézzük meg, hogy mit is fogunk látni. Minden antioxidáns rendszer alapja a C-vitamin, mert egy vízoldékony vitaminról beszélünk. A C-vitamin minden ember életében kulcsfontosságú antioxidáns, akár a sejtek közötti térből, vagy a vérből, akár a sejt belsejéből érkezik a szabadgyök támadás. És az oxidálódott karotinoidoknak, E-vitaminnak a C-vitamin ad át elektront, így azok visszaképesek alakulni, a C-vitamin viszont vízoldékony és a vizelettel képes távozni. Nézzük meg ezt ábrákon. Ugye itt vannak a zsírban oldódó vitaminok, E-vitamin, karotinoidok, stb. És hogyha ők elesnek a csatában, ők is szabad gyökké válhatnak, de ott van a központi szerepű C-vitamin, ami képes őket újraéleszteni, képes őket ismét működőképessé tenni. Ha C-vitamin elhullik a csatában, akkor őt a flavonoidok fogják ismét működőképessé tenni, de ez vice versa igaz, tehát a C-vitamin most kis képes a flavonoidokat újraéleszteni, tehát van egy nagyon klassz egyensúlyi állapot a testünk vízterében, és mivel vízoldékonyak, ezért a pisivel ki fognak ürülni, tehát a továbbiakban nem fogják károsítani, nem képesek károsítani a sejtjeinket. Ez csak egy megerősítés, hogy nem szabad a rendszerből egyet kiemelni, tessenek holisztikusan szemlélni ezeket a dolgokat. Beszéltünk sokat az öregedésről, nézzék meg magát a folyamatot. Tehát megvalósítható az öregedés lassítása, de tenni kell hozzá, amit a bevezetőben említettem, figyelni kell önmagunkra, és napi szinten kell figyelni, és napi szinten reggeltől estig kell figyelni magunkra. A testünk a legjobb barátunk, csökkenteni kell a napi szintű rozsdásodást. És akkor nézzük, hogy miért a kapszulásított terméket javaslom. Ugye az oxidáció, itt van egy kupac szőlőmag örlemény. Az oxidációs folyamat az azt jelenti, hogy a levegő oxigénje nagyon gyorsan eltünteti belőle az értékes hatóanyagokat, a flavonoidokat, többek között az OPC-t, amiért ugye szednénk. Ezért az én olvasatomban az ömlesztett termékeknek nem sok értelme van, hiszen kinyitom az acskót, érintkezik a levegővel, mindig az acskó tetejéről szedek, mindig a legértéktelenebb részt szedem be, mert senki sem szed az acskó aljáról, de hát aztán a megfordulnak ugyanaz a helyzet. Szőlőmaggal úgy kell bánni, mint a borral, levegőtől elzárva kell tartani, ezt a terméket is, az Aurovitis floriana termékét is. Széndioxidban tárolják, kiveszik a széndioxidból, gyorsan darálják, kapszulásítják, hogy megtartott maradjon a hatóanyag tartalma. És akkor nézzük, hogyha szőlőmag terméket választanak, mik azok a fontos dolgok, amikre érdemes odafigyelni. Honnan származik, például az Euvitis termék az a Balaton felvidéki bioborászatoknak a kék szőlőmagja. Tehát figyeljék, hogy vegyszermentes környezetből származzék a szőlőmag. És ezért hát, hogy garantálta a biogazdálkodás. Hogyan szárítják? 45, inkább 50 fok fölött a flavonoidok értéktelenné válnak, elpusztulnak. 70 fok fölött pedig például a C-vitamin elpusztul. Tehát amikor csinálok egy főzeléket, ne számít csak arra, hogy a főzelékből valamennyi C-vitamin is jut belénk, mert 70 fok fölött a C-vitamin elvonik. Teljes-e a szőlőmag? Sokan szokták kérdezni tőlem, hogy doktor, szedem a szőlőmag olajat,
Egy előadáson egy borászember azt mondta, kiváló jó tojásrántotta főzhetőbe, a tojásrántotta készíthető belőle. Tehát nekünk a szőlőmagnak a teljes hatóanyag tartalmára van szükség. Ha kivonjuk belőle az olajat, akkor egy csomó értékes dolog a másik oldalon van. Vagy divatosak most már a szőlőmag lisztek, amikor meg az olaj hiányzik belőle, a süteményekbe be tudjuk tenni, ott meg azért vonják ki az olajat belőle, hogy ne legyen égett víz a süteménynek, de nyilvánvalóan ez a kettőnek, a kettő az olaj és a szárazanyag tartalom, mind a kettőre szükségünk van, tehát ne csapódjanak be a mindennapokban. Fontos megnézni, hogy van-e éves laboratóriumi bevizsgálás, évente ellenőrzik például ezt a kapszulásított szőlőmag terméket, és rajta van a dobozán, hogy három darab kapszulában mennyi a hatóanyag tartalom. Ez a polifenol szó, ez a flavonoid tartalmat jelenti nagyjából. A szemcse nagyság. Van egy optimális szemcse nagyság, amit kikísérleteztek. Tehát azok a szőlőmag termék, vannak ilyenek, amiket úgy reklámoznak, hogy por finomságúvá vannak őrölve. Gondolkodjanak logikusan, ha porrá van őrölve egy zacskósított, ömlesztett termékű szőlőmag, akkor még nagyobb felületen tudja elérni az oxigén, még gyorsabb az oxidációs folyamat, tehát a zacskó kinyitásával egyértelműen sokkal gyorsabban elmennek belőle az értékes hatóanyagok, a flavonoidok. Tartalmaz ez szőlőhíjat, nem nagyon fontos, de mégiscsak azok a termékek, akik adnak már magukra, azok 10%-ban szoktak szőlőmaghíjat is tartalmazni. És hát én az eddig elmondottak alapján a kapszulás formát kultiválom, hogy igazán, mivel az oxidáció mértéke minimális. Vannak olyan termékek, ahol külön föltüntetik az olajtartalmat. Vannak olyan termékek, ahol a reszveráltról szót már kezdik ismerni az emberek, mert most már vörös borok, ez egy speciális antioxidáns, vörös borokat kezdenek már úgy minősíteni, hogy mennyi a reszveráltról tartalmuk, ugye a francia paradoxonból így egyértelmű. Van, ahol föltüntetik az OPC tartalmat is, igazániból ezt én még Magyarországon nem láttam. És nagyon fontos ugye, hogy mennyibe kerül mindenhez. Azt tudom mondani, hogy az Euvitis floriana szőlőmagja 100%-ban magyar termék. Láttam a termelői folyamatot, ismerem az embereket, akik csinálják. Évente megkapom minden évben az éves laborvizsgálatot, számomra hiteles ez a történet. És jól bírták, köszönöm a figyelmüket. Ha van kérdés, szívesen válaszol. Akkori kérdés meg szokták kérdezni, bár a kis riportban ugye elmondtam, hogy a házilagos szőlőmag sokan megkérdezik, hogy szőlőt termelnek. Jónak tartom az Otello szőlőt, annak idején apósommal is termeltük, én is mentem a Robikapával, és én sörös voltam, most már 7 éve nem iszom alkohol, de az Otello vörösborát azt megittem, azt szerettem, olyan piros, szép piros, hogy meg lehet kötni infúzióba is. De az Otello az fél vad szőlő, tehát kevesebb vegyszer kell neki. Most beszéltem szőlősgazdákkal az idén, olyan csapadékos volt, hogy még az Otello is kívánta a lisztharmat, stb. Jelent. De olyan optimális év van, akkor egy részgálincos lemosás az Otellónak elég szokott lenni az év bizonyos szakában. A részgálinc pedig nem szívódik úgy föl, csak a külsőn. Tehát ennek a magja jó, de a 2 éves mag már nem való semmire, mert 2 éve lóg a kamra falán. Tehát ha most a mostani születből fogtak szőlőmagot, azt jól mossák meg, optimálisan szállítsák, tehát a napon való szállítás az az igazi, az a jól bevált, amit úgy forgatott, stb. És utána hát zacskóba vagy levegőtől lezárva kéne tartani. A szőlőmagot, ha beleteszik lusztos üvegbe, vagy akár valami nagyobb edénybe, és van ez a régi szifonos szódás, a szén-dioxid szifonos üveg, ugye a magyarok találták fel ezt a szikvizet, szódavizet, van ne tegyenek vizet, hanem csavarják bele a patront, és akkor nyomják bele az üvegbe, a szén-dioxid nehezebb, mint a levegő, tehát az üveg aljára fog menni, ugye a pincébe sem mehetünk be a must terjedésekor, mert a szén-dioxid az erjedési folyamat során ott van.
És hát így biztonságosan. Én azért azt mondanám, hogy ez meg tudtóra úgy van csinálva, hogy jó, széndioxidba tárolják, nyilván van nagyüzemi körülmények között ellenőrzhetően még jobb, de valakinek ehhez van kedve bíbelődnie bele, ám legyen, de az, és mindig csak annyit darálok meg belőle, amennyit egy-két nap alatt megeszek. Tehát kávédarálóval ezt meg lehet darálni. Kicsit legyen a szemcse nagyság nagyobb, mint amikor kávét főzök. Tehát annál a durva darálásnál egy picivel, egy halszányival legyen nagyobb a szemcse nagyság.